Környezetvédelem, hítélet, kultúra, no és persze sport, ezek a témák is szerepelnek a Híd Televízió eheti Barcsi krónikájában. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Továbbra is várjuk észrevételeiket és javaslataikat a megszokott elérhetőségeken, így a 462-204-es telefonszámon, de mondanék egy mobiltelefonszámot, ahová üzenetet is írhatnak nekünk, ez pedig a 30 639 102 7-es, elektronikus leveleiket pedig továbbra is várjuk az info@barcsmedia.hu elektronikus levélcímre. Kezdésként lássuk a főbb témákat röviden. 5 országon ível át az a kezdeményezés, amelynek célja, hogy a lehető legtöbb vízes élőhelyet megóvják a káros hatásoktól. Az Ódráváig is eljutott a nemzetközi program. Már ültetik az idei évre nevelt 18 000 palántát a városgazdálkodás munkatársai. 2 év alatt csaknem megduplázódott a bérmálkozó gyerekek száma Barcson, sokak szerint a növekedés az iskolai hitoktatásnak is köszönhető. Több pénz jut idén a barcsi sportra, a kézilabdázók külön egyesületbe tömörülnek még az idei évben. Ütemezés szerint halad a város út- és járdafelújítási programja, a lakók a polgármesteri titkárságon jelezhetik az igényeket. A pletykákra és az emberségre hívta fel a figyelmet a református gyülekezet a gyerekeknek szervezett délutánon, bábjátékkal igyekeztek megmutatni az életértékeit. Cintányéros Cudarvilága a művelődési központban, Barcsra is eljutott a Mágnás Miska című operett. A Dunántúl legjobb diák sportolói álltak rajtkőre Barcson, idén 11-szerre rajtolhattak a Pünköst kupán. Hamarosan a kivitelezési szakaszba ér az Ódráva rehabilitációjának újabb üteme. A múlt héten mutatták be a sajtó munkatársainak a holtág azon szakaszát, ahol hamarosan kezdetét veszik a munkálatok. A vízszint szabályozása mellett a galériaerdőket és a parti élőhelyeket is helyreállítják a határon átívelő program keretén belül. Magyar állomáshoz érkezett a WWF és a Coca-Cola legnagyobb regionális természetvédelmi összefogása, amely 7 éven keresztül 5 országban mintegy 53 négyzetkilométer vizes élőhely rehabilitációját és 12 millió köbméter víz megőrzést vagy természetes állapotába történő helyreállítást célozza a kelet-közép-európai régióban. A Barcs melletti Ódráva holtágnak helyreállítása egyben az első Life Plus alap által támogatott magyar-horvát közös természetvédelmi projekt. Az Ódráva Life projekt az első horvát-magyar projekt, amely az Európai Unió Life támogatásával megvalósuló élőhelyreállítási munka. A Barcs közelében lévő Ódráva holtág Magyarországon a Dráva leghosszabb holtága, mintegy 15 km hosszú, és közismert, hogy a holtágban húzódik Magyarország és Horvátország határa, tehát egyik partja magyar, másik horvát oldal. A 20. századi szabályozások során a Dráva sok kanyarulatát levágták és elválasztották a folyótól. Ezek a kanyarulatok ma mellékágak vagy holtágak. Ilyen holtág az Ódráva is, melynek vízellátása nem megfelelő, és emiatt a partján lévő ártéri erdő állapota is jelentősen leromlott. A holtág és a Dráva ma már csak egy kis csatornán keresztül van egymással kapcsolatban, de ezen a kis csatornán a keleténél, a Vártnál hamarabb folyik el az Ódráva vize, a Dráva főmedrébe, és azért a holtágnak a vízellátása az utóbbi években kicsit romlik. Az Ódráva Life Plus program célja, hogy biztosítsa a holtág jobb vízellátását, ezért a szakemberek egy víz visszatartó művet készítenek majd. A holtágnak a Dráva felüli végén egy fenékküszöb fog épülni, amely állandóan a víz alatt lévő víz visszatartó mű, és ez a küszöb fogja száraz időszakban azt a vízszintet, amelyet a tervezés, az előkészítés során kijelöltünk, illetve meghatároztak a tervező kollégák, és a szabályozhatóság érdekében egy kis zsilip is fog lenni ezen a fenékküszöbön.
A szakember elmondta, hogy nagyon fontos az, hogy ez a víz visszatartó mű a meder alján szabályozza majd a vízszintet, mivel így nem zavarja a folyó élőlényeit a vándorlásban. A projekt 2014-ben indult és 2018 első fél évéig tart. Jelen pillanatban a tervezés szakaszánál tartanak, ezt pedig az engedélyezés fogja követni. A terepi munkálatok 2017-ben kezdődhetnek. A projektnek a vezető partnere a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság. Velük nem csak ennek a projektnek a helyszínén, hanem a Dráva menti valamennyi helyszínen jó az együttműködésünk. Ennek köszönhetően kezdődött el ez a munka is, illetve hát a határ túloldalán lévő szervekkel is aktív kapcsolatuk van nekik is, illetve a WWF Magyarországnak is. A Dunadráva Nemzeti Park szakemberei szerves részt vállalnak a munkálatokban. A felmérésekben, mind a terepi munkálatokban élen járnak. Ugye a WWF-fel ez nem az első közös projektünk. A Duna mellett már volt egy a Szabadságzátony helyreállítását célzó szintén live pályázat, és innen jött az, hogy egy civil szervezettel közösen pályázzuk meg. Tehát ugye minden live pályázatnak kötelező kelléke is az, hogy valamilyen kommunikáció megvalósuljon, és itt ebben az esetben a WWF lesz felelős azért, hogy a sajtónak anyagokat készítsen, hogy honlapot üzemeltessen, kiadványt fogunk készíteni róla, és ebben fogunk közösen dolgozni. Ez a projektrész az, amiért ők lesznek majd aztán a felelősek. A DDNP munkatársai az erdészeti tevékenységekért, a magyarországi tervezésekért, engedélyeztetésekért, valamint a biológiai monitoringért felelősek, és az övüké lesz a legnagyobb rész a projektben. Az ő feladatuk a víz visszatartó műtárgy megvalósítása is. Most lezárult egy nagyon fontos rész, az engedélyezés előkészítése, tehát most már ott tartunk, hogy be kell adni majd a terveket engedélyezésre, enélkül ugye a projekt nem tud tovább menni. Fákat telepítettünk, ez az erdő természetességének növelése céljából történt, illetve folyamatban van talajvízfigyelő kutaknak az elkészítése. Az engedélyezések részeként a DDNP szakembereinek fel kell mérniük a terület élővilágát. Az igazgatóság amit csak tud saját embereivel old meg, így például a helyi ornitológusok összegzik az Ódráva környékén élő madarakat, de külső szakértők bevonása is szükséges a mérések elvégzéséhez. A nagy része a munkának akkor jön el, amikor itt megindul a kivitelezés, akkor viszont napi szinten kint kell lenni a területen és egyeztetni a kivitelezővel. Megközelítési út, esetleg ha szükséges fakivágás, akkor hogyan lehet ezt minimalizálni a műtárgy megépítésénél, hogy az minél kevesebb zavarással történjen. A több mint 800 ezer euró összköltségvetésű három magyar és három horvát szakmai partner részvételével megvalósuló feladatok társfinanszírozását a Földművelésügyi Minisztérium és a Coca-Cola Alapítvány biztosítja. A Coca-Cola 2007 óta áll kapcsolatban a WWF-fel, akkor kötöttünk ugye stratégiai megállapodást globálisan, és a WWF a hatékony üzletmenetünket és a vízgazdálkodásunk optimalizálásában segít nekünk, és lát minket el stratégiai tanácsokkal. Ez a legnagyobb önálló program, amelyet a Coca-Cola Alapítvány valaha támogatott Európában. Ugye jelen pillanatban a Coca-Cola Alapítvány támogatásában 209 vízgazdálkodási projekttel vagyunk jelen 61 országban. Ugye ez a projekt is, ami most itt a Barcsi Ódráva holtág ökoszisztémájának a helyreállítására fordítandó. Ez ugye az alapítványnak a legnagyobb európai támogatása, ez 4,4 millió dollárt jelent ugye 7 éves projekt tekintetében, és ez a partnerség az Élő Dunáér projekt részében 6 ország vesz részt, és Magyarország az egyik ország ugye ebből a 6 országból, amire különösen büszkék vagyunk, és nagy örömmel tölt el minket. A tartósabb vízborítás javítani fogja a holtágban élő növény és állatfajok élőhelyének állapotát, jobb feltételeket teremt megmaradásukhoz és szaporodásukhoz. A holtág menti ártéri erdő változatosságának megőrzése elengedhetetlen az egészséges élőhely állapotának fenntartásához. Ezért a rehabilitációs program részeként őshonos fa és cserjefajokat telepítenek a területre. Ugyancsak fontos cél, hogy a helyiek szabadidős tevékenységeikhez továbbra is birtokba vehessék ezt a páratlan természeti oázist. Ezért a helyi horgász egyesület részvételével megújulnak a leromlott állapotú horgászhelyek. A vízellátás növelése javítani fogja a holták halgazdaságát, a helyreállítás ezért az Ódrávához látogató horgászokat is segíti, és nagyon fontos, hogy az őshonos halak várhatóan egyre nagyobb számban terjednek majd el a holtákban.
míg 2 évvel ezelőtt 32. Az idei évben már 51 diák kérte a bérmálás szentségét a 7.-8. közül. Ez minden bizonnyal az iskolai hitoktatásnak is köszönhető. Sas Rudolf esperes szerkesztőségünknek elmondta, a fiatalok izgalommal készültek már a szentség felvételét megelőző vizsgára is, vasárnap pedig testileg, lelkileg felkészülve érkeztek az ünnepre. 51 7.-8. osztályos diák kérte a bérmálkozás szentségét 2016-ban Balcson. Az egyházközösség őket ünnepelte, de hogy ez mekkora ünnep az életükben, talán ők maguk nem is sejtik. Egyházi szertartás szerint, illetve egyház tanítása szerint a bérmáláskor ők a Szentlélek ajándékát, segítségét kapják. Megkapják akkor is, ha ezzel mondjuk azon a napon még nem élnek, vagy esetleg 1-2 évig nem élnek, de hisszük azt, hogy a Szentlélek működik bennük a bérmálás pillanatától kezdve, és majd lesznek az életükben olyan pillanatok, amikor rádöbbenek arra, hogy itt és itt a Szentlélek Isten adott jó tanácsot, bölcsességet, tudományt, lelkierősséget, amire éppen abban az esetben szükségük van. Az ünnepre nagyon készült az egyházközség, feldíszítették a templomot, és készültek a fiatalok is testileg, lelkileg egyaránt, hisz vizsgáztak is előtte, a templomba pedig már összeszedetten érettként érkeztek. Valóban régen, amikor egy bérmálás volt, akkor az egész falu ünnepelt. Én falusi gyerek voltam, akkor szinte megállt az élet, és mindenki a magára a bérmálási szentmisére, bérmálásra figyelt oda. Ma már természetesen akiket érint, tehát a bérmálkozókat, bérmaszülőket, szülőket, nagyszülőket, nekik azért még mindig ünnep, és hála Istennek ilyenkor szép számmal vagyunk a templomban a bérmálási szentmisén. Az 51 bérmálkozó miatt 500 fős tömeg érkezett a balcsi katolikus templomhoz, követni viszont csak a bérmálkozók, bérmaszülők és szülők tudták az eseményeket. Az evangélium után, püspök atya prédikáció után jönnek sorba egyenként a bérmálkozók, a püspök úr szent krizmával homlokukat megkenni, mondja a bérmálkozónak a bérma nevét, és azt mondja, hogy vedd a Szentlélek ajándékának jelét, ezzel történik átadása, megadása a szentségnek, a bérmálás szentségének. Bérmálkozó azt mondja, hogy amen, ami azt jelenti, hogy úgy van, úgy legyen, és utána kezet fog a püspök atya a bérmálkozó. Ez azt jelképezi, hogy most már nem gyermekként tekintünk rájuk, hanem keresztény nagykorú fiatalként figyelünk, és ők is úgy álljanak hozzá az egyház község életéhez, hogy bennük munkatársat látunk, akik esetleg később majd felnőtt korban az egyház életben segítik az egyházközség életét. A szentségfogadás mellett jelentősége van a bérma névnek is, hisz a választott szent életét kell példának tekinteni és megpróbálni követni. Azt is szoktam mondani, hogy azért nem a saját nevünkön bérmálkozunk, mert az azt jelzi, hogy eddig a szülők kedvéért lettünk keresztények, ők kérték, ők választották a saját nevünket, most pedig mi magunk választunk egy új nevet, tehát már a saját kedvünkért, saját akaratunkból szeretnénk felnőtt keresztény életet élni. A keresztszülőnek is komoly a vállalása, hisz saját gyermekeként is vállalja a keresztgyermeket, ha az élet úgy hozza, ám a bérma keresztszülőnek a szerepe ettől kezdve állandó. Példát kell mutasson életével a keresztgyermekének, figyelni az ő fejlődését, és ha olyat tesz, ami a keresztény élettel nem összeegyeztethető, akkor figyelmeztetnie kell. De biztassa, ha csügget, bátorítsa, és legyen lelki támasza. A bérmálás azonban nem az egymással találkozás ünnepe fogalmazott a prédikáció során Balázs Béla megyéspüspök, hanem azé, hogy Isten lehajolt hozzánk, mint ahogy teszi ezt életünk során többször is, a születéstől a halálig. A bérmálások azonban a nyugdíjba készülő püspök emlékeiben is a legkedvesebb helyet foglalják el. József Attilás élmény, hogy egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani, ezt én megéltem a bérmálások előtti helyszíni látogatások, amit próbáltam egy egész régiónak a estjévé, ünnepélyévé tenni, egy hatalmas továbbképzés, ami csak 2-3 évenként jut egy-egy helységnek. Hát ezek emlékeim szerint kivétel nélkül sikerültek. A Barcsi 2016-os bérmálás emléke pedig azért lesz maradandó, mert a nyugdíjba vonulás előtti utolsó nagy események egyike talán lehet az utolsó szentségszolgáltatás. Ő lassan visszavonul, a bérmálkozók pedig most kezdik felnőtt életüket élni. Ehhez kíván a püspök nekik erőt a Szentlélek segítségével, és kíváncsiságot, érdeklődést a fejlődéshez, a folyamatos tanuláshoz. És példát is mutat, hisz a nyugdíjas éveket a szépirodalmi művek és a versek olvasása mellett nyelvtanulással szeretné tölteni.
Több pénz jut idén a barcsi sportegyesületekre. A 2016-os támogatási szerződéseket már alá is írták a nyertesekkel a Városházán. Idén is 3 sportszervezetet támogat Barcs. Változás, hogy a TAO támogatások miatt a kézilabdázók úgy döntöttek, új egyesületbe tömörülnek az idei esztendőtől. A 3 nyertes pályázó közül 2-vel kötött szerződést a barcsi önkormányzat. A sporttámogatásokra idén is pályázniuk kellett az egyesületeknek. Kérelmet nyújtott be a városhoz a futballklub, a több szakosztályt is tömörítő BVS-e és a Szatelit SCV átalakuló korábbi egyesület, amely idéntől a kézilabdázók otthona lenne. Megpróbáljuk egy külön egyesületben folytatni ezt a tevékenységet a továbbiakban. Ugye szeretnénk kihasználni a TAO-s pénzeket, és ezt úgy gondoljuk, hogy egy külön egyesületben könnyebben, jobban meg tudjuk tenni pályázatok és egyéb formátumok útján. Az új elnökséget már megválasztották a Szatelitnél, amelynek a neve is változik, hiszen a futballklub helyetti már sportklub lesz. A bírósági bejegyzés folyamatban van, ám a remények szerint a következő szezonnak már az új struktúrában vágnak majd neki a kézilabdázók. A változás egyik oka a TAO, azaz a társasági adóból a látványsportokra, így a kézilabdára is lehívható összeg. A kézisek idén 2,1 milliós támogatásban bízhatnak, ám a bejegyzésig nem írták alá a támogatási szerződést az egyesülettel az önkormányzatnál. Szignózott szerződése van azonban a BVS-nek, amely a legtöbb sportágban versenyezteti a gyerekeket. Az aláíráskor az elnök elmondta, sokat köszönhetnek a szülőknek, hiszen a támogatásuk nélkül nem lennének ilyen versenyzési helyzetben a barcsi sportolók. A BVS-e a tavainál 500 000 forinttal kap többet, idén 4 000 000 forinttal támogatja őket a város. A legtöbb kritikát az aláíráskor az FC Barcs kapta. A futballklub elnöke Kelemen Géza elmondta, náluk a szülőktől semmit nem lehet elvárni. A futballistáknak még a mezeket is a klub állja. Karvali Csottó felvetette erre, hogy a támogatásokért többet kellene tennie a klubnak. Nem szabadna hagyni, hogy például kihasználatlan lehetőségek legyenek. A barcsi foci ennek ellenére idén is 4,5 milliós támogatást kap. Ezzel együtt, ha nem is sokkal, de több jut idén a városi sport támogatására, hangsúlyozta a polgármester. Gyakorlatilag van a futball, amelyikkel aláírtuk a szerződést az egyesülettel, van a másik egyesület, amelyik egy összefogó anya egyesület, amelyikben több sportág van. Durván ő is közel annyit kapott, illetve többet, mint tavaly, de majdnem annyit, mint a futball, de hát itt több szakosztályról van szó, és van egy egyesület, amelyik átalakult. Tarnószán a Szatelit szakosztály vagy egyesület megszűnt, mint futball egyesület, és kézilabdások mentek át. Most van a bíróságon a bejegyzési folyamatuk, és mihelyt aláírja a bíróság, megjelenteti, azonnal aláírjuk azt a szerződést is. A városi támogatás a klubok és az egyesületek számára az egyik lába a finanszírozásnak. Emellett többen pályáznak is az év folyamán. Így tesz a BVS-e berkein belül a judó sport, amely a szövetségtől is támogatást kap az utánpótlás nevelésre. Javában folynak már a városban az út és a járda felújítások, a programnak megfelelően közúti kátyúk tűnnek el, és már jó néhány járdaszakasz meg is újult. A Városgazdálkodás főként a betonburkolatok javítását végzi el, a panaszokat egyébként a polgármesteri titkárságon lehet bejelenteni. Márciusban kezdődtek Barcson az út és járda javítások, havi menetrend szerint haladnak, és tulajdonképpen a lakossági bejelentéseket követik le. Mindez a szintén márciusban induló Start munkaprogramnak köszönhető, melynek keretében 10 fő áll ezekre a munkálatokra a Városgazdálkodási Igazgatóság rendelkezésére, no és a város keleti bejáratánál kialakított lerakó törmelék készlete. Itt helyezhet el a lakosság is egy köbméterig építési törmeléket, a Városgazdálkodás is idehordja a felszedett burkolatot, majd egy bérelt géppel bedarálják ezeket. Először a tavaly összeszedett ledarált törmeléket hordták ki, tehát a Némethegyen, a Horváthegyen végeztünk felújításokat, illetve teljesen új szakaszokat is megcsináltunk, tehát olyan 8 kilométernyi törmelékes út készült el. Azokat a részeket, ahol eddig homok volt, vagy föld volt, nagy sár volt, pocsolya volt, egyéb volt, ott igény van rá, hogy járható legyen, és azt akkor géppel kiszedjük a tükröt, és belehordjuk a törmeléket, és azt utána megjáratjuk, amennyire lehet.
és utána elkezdtük az aknafedlapok javítását, tehát ilyen beszakadt aknákat, olyat, ami a városhoz tartozik, csatornafedlapok, azokat ki kellett bontani, újra betonozni. Ezt követte az aszfaltozás, kátyukat szüntettek meg, tányérnagyságúnál nem nagyobb kátyukat, ehhez első körben 1 tonna, majd újabb 1 tonna zsákos aszfaltot dolgoztak fel. A bejelentett hely azonban sokkal több, mint ahányra eljutottak, de most ennyire futottam. Utána elkezdtünk ilyen járdajavításokat csinálni, az önkormányzatnak a titkárságon jelentik be, illetve a képviselők is a titkárságon adják le a panaszokat, és akkor kimegyünk, megnézzük, és kijelölik számunkra, hogy melyik szakaszt csináljuk meg. Mi betonos burkolatot tudunk csinálni, tehát felszedjük a régi összetört szakaszokat, és akkor az helyett új, vastagabb betonréteget, tehát normális erős járdát csinálunk. Volt olyan, hogy a beszakadt csapadékvizelvezető árkokat javították, vagy az autók alatt összetört városi fenntartású járdaszakaszokat, hídgyűrűket erősítettek. Ott jártunkkor egy egészen nagy lélegzetvételű munka folyt, a Kinizsi utcában körülbelül 60 méteren már teljesen összetöredezett a burkolat, azt szedték föl és készítettek helyette újat. A következő nagy feladat a kistérségi járóbetegellátó intézmény melletti terület burkolása lesz. A folytatásban még mindig városgazdálkodás. 18 ezer ennyi palántát neveltek az idei évre a Városgazdálkodási Igazgatóságnál. Ezeket a palántákat a napokban ültetik ki a virágágyásokba. Január, február, március a magvetés, a pikérozás és a palántanevelés időszaka, május pedig a kiültetéseké, mondta Ugvári Zoltán városgazdálkodási igazgató, amikor az ültetések kapcsán megkerestük. 25 féle vetőmagot vetettünk fel, különböző mennyiségben, itt szín szerint, magasság szerint van csoportosítva minden, hogy később tervezhetők legyenek az ágyások. Durván olyan 18 ezer palántával számolunk, amiből 14 ki is fog menni a város közterületeire, illetőleg a maradék az majd megy a falu virágosításra, illetőleg intézmények kértek tőlünk, óvodák kértek, járóbetegellátó környékére, a vasút virágosításra, tehát olyan helyekre, ahol szeretnének virágosítani. A kiültetések megkezdődtek, rohamtempóban haladnak az asszonyok, hogy szinte egy időben kerüljön ki minden a szabad földbe, és ha nagy változásokat nem is találunk, de minden évben van valami kis újdonság. Amit észre lehet venni, talán feltűnőbb, egy vállalkozó csinálta meg a helyreállítást, amikor a strand előtt volt ott egy vezetékkiváltás, ott a vízmű tette tönkre, azt megcsinálták. Mi újfajta ágyást készítettünk a sétáló utca végébe, és most már a sétáló utcában a lábnál megvan a virágosítás, posta előtt megvan a virágosítás, tehát most már folyamatosan megyünk végig. Új ágyásokat nem alakítottak ki, a Bajcsi utcai jól ismert helyeken találkozunk majd idén is a virágzó színpompákkal, viszont két utcában újabb fa visszavágások történtek. Téli időszakban, amíg még nem hajtottak ki a fák, most a Barátság utcába vágtuk végig a fákat, mert azok már teljesen áthajlottak a másik oldalra, meg annyira fagyöngyös volt, hogy már töredeztek le. Az utolsó viharnál tele volt az út, úgyhogy el se lehetett járni. Azt most végig csináltuk, aztán volt még egy ígéretünk a Béke utcában a temetővel szemközt a belső fasor, az már annyira ránőtt a házakra, hogy azt kellett visszacsonkolni. Hát most már átestünk a ló túlsó oldalára, mert most már egyre több helyről jön az igény, hogy ne kivágjuk a fákat, hanem csonkoljuk vissza a fákat. Tehát most már ezzel keresnek folyamatosan minket. A folytatásra várni kell majd az újabb vegetációig, addig marad a virágosítás, a fűnyírás, pargondozás, karbantartás, amit a közmunkások nélkül a 14 közalkalmazottal nem lehetne elvégezni. Most már minden program elindult, tehát így nem látszik a városban, de 280 közmunkásunk van, akik olyanok is, akik a Drávai Szabadstrandon vannak, a strandon dolgoznak, vannak egy páran, akik intézményeknél vannak, akik képzéses közmunkában vesznek részt, de összességében 280 ember van most nálunk. Van a városi közfoglalkoztatás, ők azok, akik a város fenntartásában vesznek részt zömmel, tehát a mi általunk fenntartott területeken füvet nyírnak, fürdőben vannak, szabadstrandon vannak, kikötőben vannak, tehát ez egy hosszabb távú dolog. A másik fajta közmunka meg a startmunka,
Ott pedig indítottuk a hulladéklerakók felszámolását, tehát az illegális hulladék összeszedését, a közutas, földutas, meg a belvízelvezetéses startmunkát. Illetve folytatódik idén is a mezőgazdasági program, ez egy állandó startláb, ennek keretében végzik a kertészeti tevékenységet. Van egy 4 hektáros területünk, ott van 1 hektár bodza, 1 hektár csicsóka, rebarbara, ott fogunk levendulást csinálni, most az idén szeretnénk ősszel majd kiültetni, aztán a Bemutcában van a kert, ott általában a gyökérzöldségek, tök, illetve a zeneiskolának a kertje, ahol meg burgonyát termesztünk. A lakosság is számíthat palántákra, hisz az idei évben is lesz majd a közterek beültetését követően vásár, illetve továbbra is várja a polgármesteri hivatal titkársága a lakossági bejelentéseket, kéréseket, az utakkal és közterekkel kapcsolatos észrevételeket. A nő, ki szívét ismeri, Hopsza Sáripno és Cintányéros Cudarvilág, ezek az örökzöldek is felcsendültek vasárnap este a Móricz Zsigmond Művelődési Központban. A budapesti Fogi Bulvárszínház ezúttal a Mágnás Miska című operettet vitte színpadra. Ez évben nem először, és persze nem is utoljára járt városunkban a budapesti Bulvárszínház, hiszen már februárban a Bolha a fülbe című vígjátékot mutatták be teltházas közönség előtt, most pedig a magyar operett irodalom egyik legsikeresebb művét, a Mágnás Miskát tűzték műsorra. A művelődési ház összesen 4-5 előadást tervez erre az évre, vagy tervezett. Tulajdonképpen már az összes előadásunk időpontja megvan. Az első előadásunk az februárban volt, az teljesen teltházas volt, nagyon örültünk neki, mert 4 pótszék sort kellett beraknunk, sőt, még tudtunk volna eladni jegyet belőle. Sajnos hát a házat nem lehet kitágítani, úgyhogy így jártunk. Most márciusban, illetve áprilisban, és most májusban is volt előadásunk. A kabaré estünk az közel teltházas volt, tehát én azt mondom, hogy ez is nagyon jó arány. A mostani Mágnás Miska az operett, tehát ez egy más jellegű, más műfaj. Az idősebb korosztály szereti jobban, ez is hát majdnem teltházas. A Fogi Színházat Fogarasi András színművész alapította közel 15 évvel ezelőtt, és a nem állandó színházként működő társulathoz olyan színészek csatlakoztak, mint Fodor Zsóka, Straub Dezső, Harsányi Gábor, vagy az ország Vili bácsiaként is ismert Várkonyi András. Ez egy régebbi kapcsolat, fölkértek egy pár éve egy nagyon pici szerepre egy operettben, és hát mögöttem az elég komoly színházi múlt van, örömmel vállaltam, mert egy ilyen direkt megméretés, ugye az ember minden este a tévében van, de az nincs visszajelzés. Itt viszont van, és hát úgy látszik, hogy összejött nekünk a Fogiékkal ez a dolog, és attól kezdve már a harmadik vagy negyedik darabban vállalok szerepet. Most is majd próbálunk egy újat, úgyhogy remélem, hogy ez egy hosszú távú együttműködés lesz. Várkonyi András elmondása szerint ugyan nehéz összeegyeztetni a forgatásokat és a próbákat, de a csapat rendkívül rugalmas és lehetőség szerint segíti a színész munkáját. A Mágnás Miskában Eleméri grófként lépett színpadra. Tulajdonképpen ez egy mese, minden operett egy kis mese, egy kicsit őrült grófot játszom benne, gróf még nem voltam, úgyhogy olyan nagy előtanulmányokat nem tudtam végezni, de a darabot ismerem, a számokat szeretem, kollégákkal dolgoztam már együtt a legtöbben, úgyhogy nagy örömmel vetem bele magam. Az operett 1916-os bemutatása óta sikernek számít, és talán ez a műfaj egyetlen olyan darabja, amelynek komikus figura a címszereplője, aki beszédével és játékával rögtön szívünkbe lopja magát. Miska a nagy dumás lovászfiúk pillanatok alatt a szemünk láttára válik előkelő arisztokratává. És hogy mit tud nyújtani az operett közönségének? Elsősorban az imént említett mesét, egy valamiféle elvont valóságot, szép zenéket, egy kis optimizmust, úgyhogy alig, hanem ez elég is. Nem először járt már itt Balcson, mennyire hálás közönség a Balcs, mit gondol? Nagyon szerettem itt lenni, és tényleg nagy siker volt. Azt hiszem, hogy a Bolha a fülben az volt itt utoljára, és szerettük egymást a közönséggel.
Nem is akármennyire. A perceken át tartó hosszú taps is a közönség elégedettségéről árulkodott. Azonban az év hátralévő részében sem maradnak színházi előadások nélkül a Barcsiak, míg októberben a Kaposvári Rockszínház látogat el hozzánk, addig novemberben újra a Fogi Színház színészeivel találkozhatunk, akik egy kis botrányt csinálnak majd az operában. Bábjátékkal várták a gyerekeket a református templomban. Az előrehozott gyermeknapon a városi nyúl tévedéséről szóló előadást tekinthették meg a gyerekek, akik egy kis kedves történeten keresztül ismerkedhettek meg a pletykák veszélyeivel, no és azzal, hogy mennyire fontos az, hogy figyeljünk egymásra. A május vége a gyerekekről szól. Ennek jegyében várták a kicsiket Barcson a református templomban egy bábjátékra. A lelkész fontosnak tartja, hogy már kiskorban közelebb hozzák a gyerekeket az egyházhoz. Szeretnénk megmozgatni a gyermekeket, hogy ne csak hittanórákon, vagy összefutva találkozzunk, és érezzék azt, hogy ehhez a gyülekezethez tartoznak, hanem egy ilyen külön nekik szánt programon is, ami egy kicsit egy előrehozott gyermeknap, a városban tartandó gyermeknap előtt megelőzően, és egy kis egy missziós lehetőség is, hogy elérjünk olyanokat, akik esetleg nem hittanórára járnak, vagy nem tartoznak a gyülekezethez, őket is szerettük volna egy kicsit megvendégelni egy ilyen történettel. Az előadásra a gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel érkeztek. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a vidám műsorra. A Városi Nyúl Tévedése című bábjátékot az apostoli pünkös gyülekezet hozta el Barcsra a gyerekeknek. Az egyesület már több mint 10 éve dolgozik gyerekek körében, és 2007 óta foglalkoznak báb előadásokkal. A bábok mellett bohóc előadásokkal is kedveskednek a gyerekeknek. Barcsra egy igazán tanulságos mesét hoztak. Ide Barcsra most a Palánta Gyermek Ifjúsági Misszió keretein belül érkeztünk báb előadással. A Városi Nyúl Tévedése című bábdarabot adtuk el a gyermekeknek, amiből ők is megtanulhatták azt, hogy mennyire fontos odafigyelni egymásra, az intő szóra, a helyes életre, illetve hogy mennyire nem kell odafigyelnünk a pletykákra és a különféle híresztelésekre. Tehát, hogy meg kell vizsgálni mindig, amiket hallunk, mert mennyiben befolyásolhatja a mi életünket. Az előadást megelőzően interaktív foglalkozással keltették fel a gyermekek figyelmét. Együtt énekelhettek, mozoghattak a gyerekek. Mindenki láthatóan élvezte, és nagyon örültek, mikor egy ismerős dal csendült fel. Mint minden előadásuknak, így a mostaninak is a tanulság mellett keresztény üzenete volt. Ez az előadás egy hosszabb út kezdete. A közeljövőben más programokkal is várják majd a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt. Szeretnénk a gyülekezet építést alulról a gyermekekre építve, hisz ők a gyülekezetnek is a jövője, a városnak is a jövője. Szeretnék őket minél inkább elérni, őhozzájuk elvinni az evangéliumot. Tervezünk majd nyári gyermekhetet is, és azok, akik esetleg nem jutnak el táborokba, azok itt a gyermekhéten majd jól érezhetik magukat, és természetesen a szülőket is minél inkább szeretnénk programokkal bemutatni a gyülekezetet, olyan érdeklődési körüknek megfelelő előadásokat szervezni, amik elérhetjük őket. Az előadás tehát csak a kezdet. A nyári tábor jó lehetőség lehet a gyerekeknek arra, hogy kikapcsolódjanak és közelebb kerüljenek a gyülekezethez, a hitélethez. Csobbanástól volt hangos az úszoda, idén már 11. alkalommal ugrottak fejest a medencébe Barcson a Pünköst Kupa versenyzői. A hagyományosan minden évben megrendezett eseményen a Dunántúl szinte valamennyi egyesületének úszója versenybe szállt. Ebben az évben is a rekreációs központ adott otthont a megmérettetésnek. Ismét rangos esemény helyszíne volt a Barcsi Rekreációs Központ. Idén is összecsaptak az úszok a Pünköst Kupa keretein belül. Az eseményen a Dunántúl szinte összes egyesülete képviseltette magát. Összesen 125 versenyző érkezett Barcsra. A magyarországi csapatok mellett természetesen, amint minden BVS által szervezett versenyen, így a Pünköst Kupán is részt vett Virobi Tize csapata. A különlegessége az, hogy 25 méteres és 50 méteres távok a jellemzőek a mai versenyen, inkább a sprint számok dominálnak most.
A májusi megmérettetés szerves részét képezi az úszók verseny naptárának. Most is, mint mindig, teljes bedobással álltak rajtkőre. A mai verseny igazából az éves versenynaptárunknak a részét alkotja. Külön felkészülést nem igényelt, ugyanis az országos bajnokságokra készülünk, így ez csak egy állomás az odavezető úton. Mindenképpen sebességpróbának jó, hiszen ugyanis rövid távokat úsznak a gyerekek, úgyhogy meg tudtuk nézni azt, hogy 50 méteres sprinteken hogy is állunk. Az úszók a Pünköst kupát megelőzően már több mint 10 versenyen vannak túl. Az ezt követő összecsapások mind felkészülési versenynek mondhatóak. A legnagyobb kihívás az országos bajnokság lesz a BVSE úszóinak. Igazából minden úszásnemből versenyeztem. Hát heti 7 edzésünk volt, minden héten 7 edzésünk van, és minden heti edzés mindegyik intenzív, és igazából mindent úszunk a felkészülés érdekében. Máté nagyon szép eredményeket ért el, ám mindig van min javítani. Igazából lehetett volna jobb is, de hát ez sikerült kihozni magunkból. Egyre törekszünk előre, minél jobbakat úszunk, és csak majd jobb lesz mindig. A sportolók van, hogy nincsenek megelégedve a teljesítményeikkel. Az edzők ilyenkor jó támaszt nyújthatnak nekik, és néhány dicsérő szóval sokat segíthetnek tanítványaiknak. Eddig kivétel nélkül elégedett vagyok mindenkivel. Úgy érzem, hogy mindenki oda teszi magát, hiszen itt láthat papa, mama, anya, apa. Így ez a varcsi verseny, ez minden gyereknek, legalábbis nálunk, egy külön presztízs értékű, ugyanis itt akár a konkurens, illetve hát társszakosztállyal együtt megmérkőzhetnek a barátaikkal, illetve hát a csapattársaikkal is, úgyhogy nagyon elégedett vagyok, mondhatom. A BVSE úszószakosztály hamarosan újabb programmal örvendezheti meg az érdeklődőket. A nyár beköszöntével ugyanis újra látványos vízivetélkedővel várják a strandra látogatókat. A verseny végeztével már készülünk majd a vízivarázs vetélkedőre, ahol 4 város csapata fog küzdeni június 18-án itt az úszodában. A júniusi vetélkedő több szempontból is érdekes lehet, ugyanis az egésznapos programot követően a rekreációs központ éjszakai fürdőzéssel várja a vízszerelmeseit. Ennyi fért e heti krónikánkba, lássuk még egyszer a főbb témákat röviden. 5 országon ível át az a kezdeményezés, amelynek célja, hogy a lehető legtöbb vízes élőhelyet megóvják a káros hatásoktól. Az ódráváig is eljutott a nemzetközi program. Már ültetik az idei évre nevelt 18 000 palántát a városgazdálkodás munkatársai. 2 év alatt csaknem megduplázódott a bérmálkozó gyerekek száma Barcson, sokak szerint a növekedés az iskolai hitoktatásnak is köszönhető. Több pénz jut idén a barcsi sportra, a kézilabdázók külön egyesületbe tömörülnek még az idei évben. Ütemezés szerint halad a város út- és járdafelújítási programja, a lakók a polgármesteri titkárságon jelezhetik az igényeket. A pletykákra és az emberségre hívta fel a figyelmet a református gyülekezet a gyerekeknek szervezett délutánon, bábjátékkal igyekeztek megmutatni az életértékeit. Cintányéros Cudarvilága a Művelődési Központban, Barcsra is eljutott a Mágnás Miska című operett. A Dunántúl legjobb diák sportolói álltak rajtkőre Barcson, idén 11-szerre rajtolhattak a Pünköst kupán. Friss kiadással mához egy hétre jelentkezik legközelebb a Barcsi Krónika. Csütörtökön is érdemes velünk tartani, hiszen a Híd Televízióban akkora képviselőtestület soros ülését kísérhetik figyelemmel. Addig is írjanak nekünk, na és persze hívják szerkesztőségünket ötleteikkel és javaslataikkal. Elérhetőségeinket láthatják a képernyőn is. További kellemes televíziózást kívánok. Viszontlátásra!